Tankönyveket vesznek át ebben a Dunaújvárosi szakközépiskolában. A tanévkezdésnek az egyik jele, hogy a tankönyvek megérkeztek az iskolába, és a diákoknak lehetőségük van arra, hogy szeptember 1-e előtt át is vegyék azokat. 12-es tankönyveket vettem át, és azért volt fontos, mert becsomagolás szempontjából, és ha valami gond adódik, akkor még az most derüljön ki, és ne szeptember 1-én. Tanévkezdés közben. Szemenyei István, a Rudas Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója elmondta, a tankönyvek terjesztésében, illetve a tankönyvkiadásban nagy változás történt, ami megköti az intézmények, illetve a pedagógusok kezét, hiszen meghatározták a könyvek keretösszegét. Amíg az elmúlt években több tízezer forintot kellett kifizetni a kezdő csomagért, addig az idei évben előírták a 12 000 forintos összeget. Az intézménybe hetekkel ezelőtt megérkeztek már a tankönyvek, amiket ezen a héten át is lehet venni. Az új előírások szerint, vagy iránymutatás szerint, inkább így fogalmaznék, szeptember 1-e az a nap, amikor a diákok egységesen az országba megkapják a tankönyvcsomagokat. Mi azonban úgy döntöttünk, és úgy hallottam, hogy sok ilyen iskola van, hogy már az előtte levő héten lehetőséget biztosítunk a szülőknek, illetve a diákoknak, hogy megnézzék a tankönyvcsomagot. Nincs esetleg benne valamilyen hiány, amit még pótolni kell a tanévkezdésig, és ez nekünk is egy kicsit így kellemesebbé teszi ezt a tankönyvosztást, nem egyszerre egy időpontba kell 700 diáknak átadni, hanem így egy hetet rászánunk. Az igazgató kiemelte, a tankönyvcsomagokat nem kötelező átvenni a kiírt időpontokban. Természetesen az első tanítási napon, szeptember 1-én is készhez kaphatják a diákok a kiadványokat.